What? Bro, mi van? Bro! Bro! Jézusom, hogy néz ki! Look at this! Ez a test! Ez a mozdulat, ugye én nem fog majd rám jönni. Ő már itt vár engem. Ő engem itt már vár. Ó, micsoda test. Micsoda test felépítés. Júj! Júj! Azt nézd! Az a kéz. Szeretnél beszerezni egy igazán ritka Owen McCandy-s terméket? Akkor van egy jó hírem számodra. November 6-án, 7-én és 8-án 72 órán át elérhető lesz egy igazán ritka termék a videosport.hu oldalon. Ne feledd, csak 72 óráig. Csap le rá! Üdvözlök nagyon-nagyon sok szeretettel mindenkit az élőben való megjelenéshez újra a Poppy Playtime. Igen, ez már a negyedik videó lesz. Igen, ez a negyedik videó lesz, srácok, és hát ugye az előző epizódban kértelek benneteket, hogy mutassátok meg nekem, hogy hogyan tudnék én jobban belefolyni egy kicsit ebbe a játékba, egy kicsit, mert ugye elvileg nagyon sok olyan dolog van, amit így szabad szemmel játék közben nem lehet látni, meg nagyon furcsa dolgokat lehet találni ebben a játékban. Sajnos meg kell nézni ezt az elejét, mert ezt nem lehet elnyomni, viszont most az egyik nézőm volt olyan kedves, és elküldött nekem egy lehetséges opciót, hogy hogyan tudnék jobban körbenézni a játékban, és sikerült, szóval teszteltem, úgyhogy most együtt fogunk a játék elejétől egészen a végéig körbenézni jobban ebben a gyárban, hogy mit találunk, illetve hogy hogyan van így felépítve a játék. És nagyon várom, még egyszer mondom, a Chapter 2-t tartsatok velem, mert nagyon sok bugot, meg ilyesmit fogunk most ebben találni, vagy glitchet fogunk felfedezni ebben a részben, úgyhogy már is kezdem, csak ezt végig kell nézni. Oké, és rátok, itt is vagyok a kezdésnél, ugye itt kezdjük a játékot, és hát most, ahogy láthatjátok, most össze-vissza tudok repülni. Szóval tulajdonképpen körbe tudok a falakon kívül is nézni, illetve bizonyos szituációkat megnézni, hogyan is zajlik ez az egész. Ugye itt kezdődik a játék, és mi történik akkor, hogyha mondjuk én itt kijövök? Nézzük meg, hogy milyen a factory, a gyár kívülről, playtime. A külseje meg van csinálva, és hogy láthatjátok ugye így a játék. Wow, azért van itt bőven mit felfedezni. Hát így néz ki egy játék tulajdonképpen, mikor megcsinálja kívül. Ez a playtime, ez nagyon jó, hogy a külsejét is megcsinálták, ez nagyon jó, mert nem tudom, hogy miért, bár ezt ugye úgysem látjuk. Itt van egy kocka tulajdonképpen. Jó, oké, szóval itt kezdjük a Gamescót, nézzük csak a security. Mi a helyzet, itt szépen átfolyok. Nagyon jók vagyunk, hát ugye itt kell megszereznem majd a kezet, ugye. Nézzük, mi van, ha bejövünk ide. És akkor itt kijövünk tulajdonképpen. Semmi változás, itt a kéz. Nagyon jól néz ki, amit ugye meg kell szereznünk. Kicsit, hogy egy kicsit belementem, gyors, oké, itt vagyok, minden oké. Bejövünk, és akkor nézzük, hogy itt mi a helyzet. Itt vannak a figurák, ugye itt megy körbe-körbe ez a kis vasút, amin ugye ki tudjuk nyitni a dolgokat. Nagyon zsír. És mi történik akkor, hogyha én mondjuk erre megyek tovább, így. Kíváncsi vagyok. Itt át tudok menni alapból? Igen, nem. Nézd, hallod, átjöttem, és ugye még nincs itt megcsinálva semmi. Csak ez van ide. Ez miért van ide rakva? Stop. Érted? Ez lehet, hogy mondja nekem, hogy stoppoljam le, hogy nem nézem tovább a Gamescót. Szóval egyelőre még nem csináltam meg azt a pályarészt, és így nincs kialakítva tulajdonképpen. Úgyhogy most megyek és megcsinálom azt a pályarészt. Gyorsan, tulajdonképpen. Tudom fejből a kódot egyébként, hogy már olyan raj vagyok, figyeld. Látod, már olyan ilyen raj vagyok. Az a baj, hogy ezt most ugye meg kell néznem, ezt a szallagot is. Nem baj, megvárjuk. Megvárjuk természetesen. Most mindent meg fogunk együtt nézni, hogy mi a helyzet. Illetve mi egy biztos helyzetben mit láthatunk. Ez nagyon jó, hogy most már így be tudok nézni így a falak mögé is. Oké, megvan a kék kéz. Kék kéz, ugye a pirosat azt ugye később kapjuk meg. Be is megyek tovább a következő helyszínre, és hogy jobban körbe tudjon majd ott is nézni. Oh yeah. És ugye most így megnyitottam a következő helységet. Ugye itt vagyunk Hujimujinál, és hát akkor nézzünk ő jobban Hujinál is, én azt mondom. Nézzük meg, hogy mi a helyzet. Itt van Huji. Nézzétek meg, milyen szép arca van. Imádom. Imádom. Mi történik akkor, hogyha belemegyek? Belemegyek. Nézzük meg, hogy mi van a belsejébe. Benne vagyok Hujimujiban. Benne vagyok Hujimujiban. Itt vagyok a popójánál. Nagyon jó. Na hát ugye eredetileg el kell tovább mennem, hogy a testingbe megyek, ott itt erre mi fel? Look at this! Look at this, man! Look at this, oké, semmi baj. Itt vagyok az Innovation-nél, bemegyek Innovation. És tulajdonképpen semmi.
Hát itt kimegyek, de várjál, itt bent mi van? Ó, még itt is be lehet menni, itt... Áh, nagyon jó, és akkor mi van itt? A teaterbe, a mozi. Ez a mozi. De a moziban semmi nincs, sötétség. Na most hol vagyok? Hí, kijöttem a pályáról, hí, micsoda kupolá. Micsoda kupolája van ennek a cuccnak, jó, oké. Okay. És van ez a kétkezes hely. Most ide elméletileg nem lehet bemenni, nincs itt semmi, látod? Semmi az égett a világon, nincs kialakítva. Oké! Okay. És kafetéria szintén akkor nincs. Ah, hát egy ilyen sötétség van mögötte. Jól van, hujimuji, playtime. Mi a helyzet? Jó magas egyébként, nézd meg, hogy milyen magas. Most megpróbálom így, vagy így szemmértékre így. Hát kb. Ilyen magasan lát a hujimuji. Hát ez nagyon jó. Jó. Nézzük meg most így a powerbe, hogy be lehet-e. Vagy előre, itt sincsen ki tapaszt, itt sincs. De itt meg van csinálva, nézzünk csak meg. Ugye erre kell majd tovább menni alapjába, véve. És úgy van ez a rózsaszín húgy, de ezt mondtátok nagyon sok, hogy ez tudja, hogy valami ízé lesz egyébként. Ilyen rózsaszín karakter. És itt még nincs kialakítva, ugye? Ez a pálya rész, pedig erre kell majd mennem. Úristen, mik ezek? Ezek így nem felhasznált dolgok, ott lógnak a semmibe a izé, meg ilyesmi, itt akkor gondolom itt sincs semmi. Ó! Oh! Hát itt meg van csinálva egy cucc. Na jó van, akkor most akkor tovább megyek. És akkor megcsinálom azt, amit meg kell, ugye? Megjelent a kulcs. Nagyon jó. Ezt gyorsan ugye megcsinálom, itt is azért körbenéznék egy kicsit. Hadd nézek már. Hadd élvezzem ki ezt a körbenézést. Itt van-e valami? Sötétség tulajdonképpen. Oké, okay, és itt vannak a itt a kezem, érted? Én itt vagyok. És akkor remember. Itt mi a helyzet? Itt semmi tulajdonképpen, itt ki vannak. Ki van így alakítva minden. Itt van egy ajtó. De annak sem sok értelme van. Ez még ajtó? Hova vezet? Hoppá, ez ide vezet? Így átvezet ide? Wow! Jó, akkor gyorsan megcsinálom a izét, amit meg kell, hogy tovább tudjunk menni, hogy jobban megnyúljon a map, és körbe tudjunk nézni. Sokkal jobban. Oké, okay. Ezt így gyorsan, nice-ba. Nice-y! Oké, okay. És most mit látunk majd, kérlek szépen? Tehát most eltűnt a húgyi, gondolom ezt csak így eltüntették. Most ilyenkor a húgyi hova tűnt? Ezt lehet tudni? Esetleg ide? Nem tűnt el. Várjál. Nem. Én szerintem csak egyszerűen csak elteleportált innen. Ugye? És itt vannak a Huji figurák. Én akarok egy Huji figurát. Na jó van, menjünk tovább. Nyissuk ki a következő, úgymond pályát. Nyissuk meg. Mi van mögötte, és akkor most. Oké, okay, insert megvan. És akkor ott van Hujinak a kezén, és erre leszek én kíváncsi. Ugye most oda megyek. Ugye itt van az egyik keze neki, ugyan de elbújt. És hogy lehet-e őt látni? Hát én nem látom őt. De ott van, figyelj! De félelmete... Jaj, Jézusom, itt bújik! Jaj, ezt a mindenit, várjál, adok a játékra fényerőt, mert lehet, hogy a fényerő miatt nem lehet jól látni. Már rakok rá egy kis fényerőt, így nézzük már meg full fényerővel, hogy mi a helyzet. Hát most tesztelés van. Hallott full, hát nem full fényerőre tettem, de azért kíváncsi vagyok, hogy itt most mit lehet. Oh, look at this! Mi ez? Hallott T-pózba van tulajdonképpen? T-póz! T-póz! A hujimuji! Itt van a keze, és akkor közben így megnyílt már a következő pálya része. Hujimuji! Ez fantasztikus. Oké. Okay. Felszem maximumra egyébként szerintem most ebben az epizódban jó nagy fényerővel fogjuk körbenézni. Mindent átvizsgálunk, mindent meg kell nézni. És akkor most gondolom el is tűnt. Aha, eltűnt. Most megyek, ugye itt lesz egy ijesztés, aminek nem sok értelmét látom. Oké, okay. Let's do this. És kinyílt ez a következő helyiség. Na nézzük meg most itt ezt a helyiséget. Nézzük meg. Oké, okay. Na emellett az ajtó mögött szerintem semmi nincsen, de azért megnézem. Bátorkodok, semmi az ég adta a világon nincs itt. B2. Aha. Nice. Mi ez a figura, ez mióta volt itt? Ezt a figurát figyeld. Azt a fejet, de jó. És akkor Poppy az merre? Oppá, itt be lehet jönni, look at this. Itt ki vannak alakítva tulajdonképpen a dolgok. Itt átmegy, zsír.
És itt már másik pálya részen vagyok, itt azért már jobban ki van alakítva minden. Azért itt már nem kell. Itt van a piros kezem, ugye, amit meg kell szereznem, a piros kéz. Piros kezecske. Oké, és nézd már, itt van, ki van alakítva az ugye szellőző járatok. Mindenki van alakítva. Oké, na jó, akkor most megyek tovább, körbenézem, és hát megcsinálom azt, amit alapból kell, ugye, gyorsan összeszedem a dolgokat. Most nem tudom, Huji már ott lesz? Nem, még Huji nem lesz ott. Akkor lesz, akkor fog oda teremtődni, hogyha összegyűjtök dolgokat. Akkor gyorsan össze is szedem őket, most nem tudom, hogy hol vannak. Ezt kinyitjuk. Nagyon várom egyébként a Chapter 2-t. Igen, akartam mondani, hogy ezzel a játékkal kapcsolatban tökre olyan érzés, amit ha annó a Bendy és az Ink Machine-nel játszanék. Ezt halál komolyan mondom neked. Oké, és akkor még egyre szükség van valahol, szerintem az való fent lesz ott van. Jó, hogy ezeket általában mindig így máshova rakják, szóval erre így odafigyeltek, és ez tök jó szerintem. Oké, nice. Nice-os. Nice-y. Oké. Na nézzük. És akkor most megnézem, hogy Mr. Huji... Huji-Muji eltűnt. És már nem is lesz itt. Lemaradtam róla, pedig meg akartam nézni a testét. Hova rejtették? Hát valahol csak ott kéne lenni ilyenkor a testnek, nem? Vagy ilyenkor eltüntetik? Vagy én nem tudom. Ez nagyon beteg. Lemaradtam a Huji-ról! Fenébe! Na jó, van mindegy. Nem kellett volna nagyon közel jönnöm hozzá, az igazság. Oké. Jó, helyén van minden. Megkapjuk a piros kezet, és már megyünk is be a szellőzőbe. Majd arra leszek kíváncsi, amikor tudod, Huji megtámad engem, akkor így megállítom a játékot. Ha remélem, akkor abban az esetben ő is megáll, vagy én nem tudom. Amúgy adnám, hogy megnézzük, hogy ilyenkor megáll-e. Nem, a játék ilyenkor nem áll meg. Szóval én nekem nagyon nagy problémáim lesznek szerintem, ami azt illeti. Mert a játék az nem áll meg tulajdonképpen, szóval nem tudom, hogy Huji-val mit fogok itt csinálni. De, oh my god. Oké, kinyitom. És azt nem tudom, hogy akkor el tud-e majd engem kapni a Huji, hogyha én ugye kijövök ebből a free kamera pozícióból. Arra leszek nagyon kíváncsi. Várjál, megnézzük. Ezt megcsináljuk, ugye ez már nem jelent problémát. Most kijövök ebből. Tehát ott viszik a kezemet tulajdonképpen. Én is követem. Követem a kezemet. És viszik a kezemet. Viszik a kezemet a következő helyszínre. Elképesztő. 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 Ott megy a két kéz. Tehát tulajdonképpen egy két kéz vagyok. Érted? Én egy két kéz vagyok. Jesszus, kijöttem a pályáról. Ó, még egy forgatni is tudom a kamerát. Tehát ez fantasztikus. Így, jó, köszönöm. És akkor én ide lecsúsztam. Két kezem itt van. Lecsúszott a két kezem. Na most itt mit lehet már megnézni akkor így? Várjál, mert ez így hangos. Kijövök itt is. Oké. Okay. Nice. És akkor itt körbe akarok nézni. Na ez a hely engem nagyon is érdekel, hogy itt most mit látunk. Ó, itt nincs kialakítva semmi még, látod? Ilyenkor, ahogy átmegyünk a másik helyszínre. Akkor várj, itt is megnézem, hogy itt mi a helyzet. Toljuk. És itt sincs még kialakítva. Yeah, here we go. És ezek ugye nem mozognak, meg semmi. Ugye itt lent halál van alapesetben, hogyha leesik az ember. Milyen félelmetes ez a sok futószalag, meg ilyenek, és szépen itt így leesett. Oh my god! Nézzük, mi történik most így. Elviszi a kezemet, így megálltam. Hova tűnt a Huji? Hova tűnt? És eltűnt innen. Ez fantasztikus. Készenlétben áll a következő helyszínen? Ezt meg akarom nézni. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy így előre ugye ott megyek. Lemegyek, és akkor ugye itt mennék le alapból. És akkor itt így. Ide is. Már most hova megyek tulajdonképpen? Ja, itt vajá. Ó, már ott vár.
Figyelj, őt már ott van. Jézus Mária. Mi ez a test? Hocsika! És itt vár engem, érted? Ebben a pózban. Ebben a pózban vár. És rám jött a nagy emberünk. Emberem! Yikes! Ez eléggé félelmetesnek tűnik így elsőre, szóval... Bum! Oké, megyünk vissza. Most arra leszek én kíváncsi, hogy... Hogy jön, nagyon-nagyon-nagyon, így meg tudom állítani a játékot bármikor. Nem jelent nekem problémát. Oké, én ide megyek, és még mindig jön. És itt megállt tulajdonképpen. Bebukolt, megint. Hát nem tudom, hogy csak, oh my god. És idáig tud csak jönni. Tulajdonképpen itt az úriember ennyi volt, érted? Ennyi volt az úriember. Nagyszerű, jó van, menjünk tovább. És el is tűnt, láttad? Így egyből eltűnt. Oké. Most figyeld ezt. Megállítottam a gameszkót. Na nézzük, hogy mi a helyzet, figyelj. Itt jön. Hú, a szellőzőbe, oh yeah, you want me? No. Az a kéz, ahogy jön. Eléggé félelmetes. Jó, okés. Rendben, ezt már ugye láttuk, akkor menjünk tovább. Megy tovább a gameszkó. Igen, és majd mindjárt. Igen, és most... Ah, my god! Félelmetes, jó. És futás tovább. Fussunk tovább. Jó, még mindig jön. Oké, ugye erre kell mennem. Alapból. Mi van akkor? Most nem állítottam meg a játékot! Vagy megállítottam? Nem állítottam meg. Go! Stop! Nem esünk tovább. Most hova? Várjál, most mi történt? Hol vagyok? Szelőzőben vagyok. Ugye innen esek le. Ő eltűnt, vagy mi történt vele? El is hagytam ezt a helyiséget. Ő mint hogyha már nem is követne engem. De vagy akkor, hogyha előre megyek, akkor mi történik? Erre leszek én nagyon kíváncsi. Oké. Várjál, itt lemegyek. Hallod, imádok így felfedezni ebben a játékban. Hallod, esküszöm, nagyon király. És ugye erre kell majd nekem menni, ha minden igaz, de itt már most sötét a pálya. Mint hogyha nem lenne előre megcsinálva, vagy én nem tudom. És itt fog majd jönni. És akkor el kell majd mennem, itt le kell majd itt húsznom. De itt tovább itt mi van? Semmi, gondolom, itt is. What? Bro, mi van? Bro! Jézusom, hogy néz ki? Look at this! Ez a test! Ez a mozdulat, ugye innen fog majd rám jönni. Ő már itt vár engem. Ő engem itt már vár. Imádom! Jó, akkor vissza, és akkor menjünk tovább. Sír. És honnan jön rám? Ott jön mögöttem, figyelj. Yes, Pepi! És ott jön végig. Azért ez elég para. És ha én ide lejöttem, jön tovább? Jön tovább, vagy most mi van? Várjál, ezt meg akarom nézni. Most itt vagyok. Oh my god! Jön, tud utánam jönni? Vagy itt egy másik vár engem, közben langolok. De jó ég. Lehet, hogy eltöltem a játékot, nem tudom. Nem is jön utánam. A nagy félelem, érted, az semmi. Oké. Akkor erre megyek, futok tovább. És akkor engem itt bezárt, és akkor itt jön rám. Nagyba. Ütögetni kell, nem tudom ütögetni. Oké, és akkor itt megint sprintelés, mert jön utánam. Aha, értem. Jó, itt meg visszafele visz ez a cucc. Oh god, menj! Oh! És eltűnt. Oké, most stápoljuk meg a gameszkót, és nézzük meg, hogy mi történik. Ugye itt vagyunk a nagy gyárban, és ütögeti az ajtó. Ajaj, hát nincs is mögötte! Hát ki ütögette ezt az ajtót? Tulajdonképpen ezt nem tudtam, hiába állítottam meg a játékot, ezt nem lehetett megállítani. Oké, megállítottam a gépet. Wow! Look at this! Zóáj, és itt fog leesni. Erre nagyon kíváncsi leszek. Várjál, megnézzük, várjál, figyelj. Figyelj, várjál, készülök. Uaj, mit kapott? Uaj.
Nagy problémák vannak, és akkor ide is fog még egyet esni, ha jól tudom, valahova ezt is meg akarom nézni. Shit! Na és akkor hova esik? Azt is meg... Mit kapott a csávó? Vagy nem tudom, hogy csávó, de nézd meg, vérzik, és lagol, nézd meg. Itt már nagyon nem bírja a játék, hogy ó, micsoda test. Micsoda test felépítés. Azt nézd! Az a kéz. És eltűnik, hova esik? Még mindig utána tudok menni. Ide a ködbe is utána gyövök, hudzsi. Igen. És eltűnt. Szerintem innentől kezdve így a sötétségbe. Ez így ennyi volt tulajdonképpen. És ennyi volt a hudzsi mudzsi. Oh my god. Nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek ezt a részt. Ha szeretnétek még hasonló ilyen felfedezős, hekkelős videót látni a Poppy Playtime-ban, írjátok meg a komment szekcióban, hogy legyen még. És akkor találkozunk a következő epizódban, és köszönöm még egyszer a segítséget, hogy így jobban meg tudtam nézni a játékot. Köszönöm mindenkinek, és találkozunk a következő videóban. Én Owen voltam. Sziasztok!